A Városházán mostanra elkészültek az idei adókivetések. Ingatlanadó, szemétdíj, ebadó. Ezek azok az adófajták, amelyek a természetes személyeket és a jogi személyeket érinthetik. Az újdonságok mellett van, ami az adózók örömére változatlan maradt. Az adótarifák maradtak a 2017-es szinten, tehát az adók esetében sem a jogi, sem a fizikai személyek esetében nem történt változás, tehát az adótarifák megegyeznek a 2017-es szinttel. Idén először a jogi személyek számára elektronikus postafiókban lesz kézbesítve az adókiróvás. Annak ellenére, hogy nem kötelessége az önkormányzatnak, idén még írásban is meg fogják kapni a jogi személyek az adókiróvást. A fizikai személyek esetében nem állt be változás, továbbra is írásban, tehát nem elektronikus formában fogják megkapni az adókivetéseket. A város alkalmazni fogja azt a lehetőséget, amit a törvény kínál. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben is kézbesítettnek minősül az adó és az illetékkivetés, hogyha a posta elektronikus posta fiókját a vállalkozó nem nyitja meg. Pont ezért erre szeretnénk kérni azon jogi személyeket, amelyek a cégbírósági jegyzékben találhatóak, hogy kísérjék figyelemmel az elektronikus postafiókba érkező határozatokat. Tehát itt azért figyelni kell, hogy meddig kell természetesen befizetni az illetéket vagy az adót. A tavalyi évtől kezdődően a postán már nem lehet befizetni az adókat. Többször is előfordult, hogy ez a változás a városi hivatal pénztárában sorbanállást eredményezett. Kiindulva a tavalyi tapasztalatokból, nem mindenkihez jutott el az üzenetünk az, hogy inkább az elektronikus ügyintézést válasszák. Ebből kifolyólag elég komoly sorok alakultak ki a befizetéseknél a Városháza kasszájába. Megpróbálunk erre is felkészülni, amennyiben a befizetni akaró polgárok nagyobb létszámmal fognak megjelenni az önkormányzat központi ügyfélfogadó irodájánál. Egy újabb kasszát fogunk nyitni, ezzel is gyorsítva az ügyintézést. Az adóhatározatok kézbesítése április utolsó harmadában kezdődik el, és a tervek szerint postai vagy elektronikus úton legkésőbb május közepéig mindenki megkapja ezeket a határozatokat. Fizetni a kézbesítéstől számított 15 napon belül kell. Nagyobb összegeknél két részletben kell fizetni, az első felét úgyszintén 15 napon belül, a második felét pedig szeptember végéig.